vonatkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft. Na nézzünk egy kis banki ESG kihívást, kihívásokat. Ez lesz ugyanis a témánk, és most egészen konkrét dolgokon keresztül fogunk erről beszélgetni Szeged Györggyel, a Magyar Bank Holding ESG szakterületének vezetőjével. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, köszöntök mindenkit! Már csak azért is, mert jól indult a hónap nálatok, ugye, mert hogy volt ez időrendben? Második. December 1. December 1, igen, a CSR Hungary 2021 legjobb környezeti felelősségvállalásért díját nyerte el a Takarékbank, ugye a bankholdinghoz tartozó Takarékbank, és második, az MKB Bank, a Zöld Bank díjat, a Magyar Nemzeti Bank által létrehívott Zöld Bank díj elismerést. Úgyhogy itt most mondhatni, hogy záporoztak. Igen, de most ez az integráció közepette hogy működik? Mindenki maga csinálja, aztán majd együtt, illetve hát önmagában a te titulusod is érdekes, hogy van külön ESG szakterület már a bankholdingon belül. Na szóval, hogy néz ki ez az egész? Igen, itt a múlt héten elnyert díjak, azok még mondhatni egyéni kezdeményezések voltak. Hála Istennek úgy értek össze a szálak, hogy amire így a bankholding, illetve ezeknek a bankoknak a fúzióját bejelentik, akkor pont megkaptuk ezeket a díjakat, de például az MKB bank által elnyert Zöld Bank díj egy gyakorlatilag két éve indult folyamatnak a díjazását jelentette, de hasonló ez a Takarékbanknak a Tehetsz Még Többet kampánya is. A másik kérdése pedig a válasz, hogy a bankholding bár nyilván három banknak a fúzióját jelenti, de azért valamilyen szinten egy új banknak is lehet tekinteni. Kitűzte zászlajára, hogy a manapság egyre inkább úgymond elterjedőben vagy népszerűvé vált ESG irányokat mindenképp szeretné továbbvinni, és azoknak a hát nem kicsi elvárásoknak próbál eleget tenni, hogy erre egy külön szakterületet hoz létre. Nyilván EU-s kezdeményezés, vagy legalábbis a Magyar Nemzeti Bank részéről is, illetve így a Európai Unió részéről is egy komoly elvárás, hogy a bankok lehetőleg ezt magas szinten kezeljék, és erre egy külön területet hozzanak létre, mert ez a következő években, évtizedekben ennek nagyon nagy jelentősége. Igen, ezt akartam mondani, hogy ahogy ez is érzékelteti, meg hát egész dolognak a jellege is, ugye, hogy ez nem egy ilyen alkalmi kampányszerűség, hanem egy hosszabb távú működés alapjait befolyásoló dolog. Így van, és ez azért is fontos, mert ugyebár a múlt héten a Planet 2021 konferencián nem csak ezeket a díjakat kaptuk meg, hanem egy olyan bejelentést is tettük, aminek keretében ugyebár a Magyar Bank Holdingnak az ESG stratégiájának a keretrendszerét is bemutattuk, amivel gyakorlatilag azt kívántuk így a piac felé jelezni, hogy ezt az ESG szemléletet szeretnénk működésünk keretében továbbvinni, ami azért egy elég komoly elhatározás a bank részéről, vagy már bármely bank részéről, mert nyilván áldozatokat követel abban a tekintetben, hogy maga az átállás, a banki termékeknek a megalkotása, vagy éppenséggel a kockázati keretrendszernek a kialakítása jelentős költségekkel jár, viszont hosszú távon egy borzasztóan fontos cél, és hát reméljük, hogy minél többen fognak ebbe az irányba elindulni, de talán így a piacon másodikként mi vagyunk azok, akik elindultak ezen az úton. Mondasz néhány példát az ESG felé menetelre? Tehát, hogyha szétválasztjuk akár betűnként, és akkor azok a hallgatók is, aki esetleg még nem hallottak róla, hogy ez pontosan mit jelent, és mit tesz a bank ezekbe az irányokba? Hát ugyebár az ESG az egy angol szószítétenek a rövidítés, ami az Environmental, Social and Governance szavaknak a rövidítése. Magyarul ezt úgy lehet fordítani, hogy ez egy környezeti, társadalmi és irányítási irányelvet jelent, és önmagában ez a három betű figyel a természeti erőforrások felhasználására, a légszennyezésre, a humán erőforrással való bánásmódra, a gyépességgel a vállalat irányításra, a transzparenciára. Mindhárom betűnek, hogyha nagyon-nagyon le akarnám egyszerűsíteni, és banki nyelvezetre szeretném, vagy a banki szemszögből szeretném bemutatni, akkor az E betű az elsősorban azt fedi le, hogy
olyan beruházásokat, olyan vállalatokat finanszírozzunk, akik odafigyelnek a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre. Nyilván a portfóliumban minél nagyobb arányban kellene a jövőben megjelenni az ilyen típusú finanszírozásoknak. Itt értelemszerűen az a fő cél, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás az minél jobban le legyen szorítva, a klímasemlegességet érjük el. Ugye már itt lehet idézni a Párizsi Klímakonferenciának a céljait, de önmagában magunknak is oda kell figyelni arra, hogy milyen karbonlábnyomot hagyunk magunk után. Tehát tényleg akár az energiatakarékosság, banknál azért sok kemény gépjármű van, amit használunk, igyekezni áttérni elektromos autókra, de úgy általában a papír használat, illetve nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami a napi működésünkhez kapcsolódik. Talán ez az, ami így az E betűt nagy vonalakban lefedi. Az S betű, ez a social, vagy éppenséggel a társadalmi rész, az, ha megint csak a magunk szemszögéből nézzük, akkor odafigyelünk arra, hogy mi hogy bánunk a saját alkalmazottainkkal, az ő egészségüket, munkakörülményüket és a többi ilyenekre odafigyelünk, de nyilván CSR tevékenységeket is jelent, ami a piac felé, a mond fogyasztóink vagy ügyfeleink felé tett lépések. Még a G betű, az irányítás, az pedig önmagában a mi saját transzparens működésünket jelenti, hogy mindenről, amit, ahogy mit működünk, arról jelentést teszünk fél évente, évente, nyilván a korrupcióra odafigyelünk, és talán ezek azok a szempontok, amiket megfelelnek. Jó, hát akkor ezeknek az irányoknak és az ezek szem előtt tartásához kívánunk mi sok sikert, és köszönjük szépen, és hát fogadjátok gratulációinkat a két díjhoz. Köszönjük szépen. Azért ez ilyen sűrűn, ilyen egymás utánban, hogy ez biztos klassz dolog ott a banknál is elnyerni ezeket a díjakat. Hát, abszolút, abszolút, és főleg azt, hogy ez úgy olyan úton indítál minket, ami egy-két évvel ezelőtt kitűztek így egyenként a bankok, és azért ezt számunkra azért volt ez egy fontos lépés, mert a Magyar Nemzeti Bank azért figyeli ezeket a törekvéseket, és azért manapság már egyre jobban kíváncsi arra, hogy hogyan felelünk meg ezeknek, és nyilván, hogyha a működésünket átalakítjuk, az mindenki számára kedvező lehet. Világos. Oké, nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot! Köszönöm szépen, szia. Én is szép napot nektek, szervusztok! Szeged Györggyel, a Magyar Bank Holding ESG szakterületének vezetőjével beszélgettünk. No stopping. Uptown. No stopping. Brooklyn.